mai este második előadójának a fotóit az azokon megjelenő tájakat Aho, amiket ő bejárt, látva, el se hinnénk, hogy annyi idős, amennyi. Pedig Lantai Csont Gergely már járt Madagaszkáron, Etiópiában, Indiában, vagy éppen a Kisbadaton környéki védett területeken, és mindenhonnan fantasztikus fotókkal tért haza. Képei a National Geographic Magyarország, a Földgömb és számos hazai magazinban jelennek meg rendszeresen, és a mai este is afrikai élményeiről fog mesélni, mindezt a siker relatív kontextusába helyezve el. Mit el nekünk a tekintetek, mit tanulhatunk hétköznapi szituációkból, és mennyiféle jelentése lehet egy banális kifejezésnek, mindez hamarosan kiderül. Úgyhogy fogadjátok, sok szeretettel Lantai Csont Gergelyt! Egy aprócska átkötést szeretnék nektek mondani, hogy pont három hét múlva indulunk egy expedíció keretében Gánába, ahol is gyerekrabszolgákkal fogunk együtt dolgozni. Gánában egy nagy divat, hogy halászhajókra, bányákba eladják a gyerekeket a szülők. Mondjuk van tíz gyerekük, és négyet, ötöt eladnak, hogy a maradék öt, hatot tudják oktatni, és ezt a témát fogjuk feldolgozni. Meg idén-nyáron, illetve tavaly-nyáron is egy hasonló témát dolgoztunk fel, csak Kongóban. No de, ez egy kicsit borús kezdés volt. Szeretnék egy kis kutatást tartani, hogy kinek milyen képe, víziója, prekoncepciója van Afrikáról. Ki az, aki Afrikát negatív dolgokkal uh, társítja, párosítja, a kezeket föl, aki úgy érzi, hogy inkább ott szegénység, szomorúság, borzalmak, háború, bátran? Uh -huh. Még bátrabban? Jó. Ki az, aki akkor inverze, pozitív dolgokra gondol, hogyha Afrikáról van szó? Boldogság, aranyosság, mosolygóes. Jó. Oké, okay és meg maradék pedig tartózkodott, rendben van. Na most meg kell mondjam összéten, hogy a mi munkánknak az alapja az az, hogy mi koncepciókat rombolunk. Tehát tőlem soha nem fogtok olyan anyagokat látni, semmilyen újságban gépfegyveres gyerekek rohangálnak, és egy nagyon szomorú cikket írok arról, hogy a kongói gyerekkatonáknak milyen rossz a helyzete. Mert nagyjából ez az, amit a mainstream média csinál Afrikával kapcsolatban, és ez az, amért általában, hogyha kicsit aktívabb a társaság, akkor mindenki az első kérdésre teszi fel a kezét, hogy Afrika mindig a negatív dolgokkal párosul. Én egyébként az elmúlt két évben nem sok országban, egy öt afrikai országban töltöttem el fél évet, és idén augusztusban készülök kiköltözni majd egy évre, egy kicsit mélyebben belemenni bizonyos társadalmi és szociológiai témákban. A fényképek nem lesznek kapcsolatban azzal, amit én mondok, mert nagyon nehéz egy ilyen elvont kérdéskört, mint például a boldogság, vagy a siker, vagy, vagy, vagy a, a gyerek a sorsok a képekbe önteni. Így az elmúlt évek anyagaiból, számomra kedvenc képeiből láthatok egy-egy válogatást. Visszatérve az előző gondolathoz, tehát Afrikában egy olyan kontinensen, ahol egy milliárd ember él, egy olyan kontinensen, ahol a Financial Times 2012. novemberében, én egyébként pénzügyes közgazdász vagyok, azt, azt írt Afrikáról, hogy Afrika ott tart, ahol Ázsia 90-es években egy hatalmas gazdasági boom előtt áll. Ebben az országban az emberek jelentős része egyébként a mindennapi élet úgy éli meg, és úgy, úgy kell a mindennapi életet máró holnapra végigcsinálnia a jelentős részének az embereknek, hogy gyakorlatilag egy-két dollárból élnek, saját maguk termelik meg a, a javaikat, saját maguk kivannak téve a természet adta a viszontagságoknak, asszályoknak, néhol árvizeknek, kivannak téve a politikai instabilitásnak, és ennek ellenére mindenhol azt tapasztaltam, hogy az afrikai emberekből árad a boldogság. Én imádok oda menni, mert itt mindig lehúz csomó minden itthon, ott meg mindenki mindig feltölt. Olyan emberek, akik, akik egyébként... A mi életszínvonalunkhoz képest megdöbbentően alacsonyabb költségvetésből élnek, és, és dolgoznak, és, és harcolják végig a mindennapjaikat. Ezek az emberek, és ezeket az embereket én, én sokkal, sokkal boldogabbnak látom, mint itt Európában. És ezt egyébként pszichológiai kutatások is alátámasztják. Számos olyan, olyan terepi kutatás és kísérlet volt, és a a kolléganőm, Szilasi Édikó, akivel járom ezeket az utakat, ő is számos ilyen, ilyen kutatást csinált már, hogy az afrikai emberek egész egyszerűen boldogabbak. És egy kicsit megpróbálom ebbe az előadásban megfejteni azt, vagy talán rájönni, vagy esetleg kicsit pedzegetni, hogy vajon ők miért. Miért boldogabbak, hogyha ezt a tézist kimerjük jelenteni. Mondjuk szerintem nem lehet általánosítani, de... De, de, talán így, így tendencia szerűen megállapítható. Ez egyébként egy, egy, kongói kőbányába készült, ahol kifejezetten csak gyerekeket dolgoztatnak, többnyire 14 év alatt. A legnagyobb köveket ritkán tínédzserek, 16-8 évesek fejtik le, de minden más kicsik. Tehát el fogok mondani pár történetet, ami, amiben talán meg fogjátok érezni azt, hogy miért, miért mondom azt, hogy boldogabbak. Vegyük az ez első történetet. Rögtön először Kongóból, Kongói Demokratikus Köztársaságból. Kongói Demokratikus Köztársaság egy olyan ország, amely a világ legtöbb természeti javával van ellátva. Hihetetlen, esőerdők vannak, arany, gyémánt, kobalt, nikkel, Afrika leggazdagabb országa lehetne. Ennek ellenére az ENSZ szerint a világ legszegényebb országa jelenleg Kongó. És ebben a, ebben a, borzasztó országban egyébként, ahol Kelet-Kongóban a mai napig is aktív harcok mennek, belső Kongóban, egy kis falucskában, Kimpokóban jártam, ahol a helyi gyerekek a tiszteletemre rendeztek egy, egy ilyen kis színjátékot, játszást. Általában jellemző az afrikaiakra, hogyha egy fehér idegen jön, akkor, akkor őt, meg, őt megtisztelik valamivel, van egy kevés ételük, azt megfelezik velem, behívnak a kunyhóba, bemutatják a családot, előadnak egy játékot, egy drámát, valami, valamivel kedveskednek a jelenlétemmel. Mindig belegondolok abba, hogy, hogy én mit csinálnék, hogyha ülnék a, vacsá, a vasárnapi ebédnél, és öt bantú szudámból bejönne hozzám, hogy csá, jöttem, fotóznám a családodat egy hétig. És nem biztos, hogy rögtön azt mondanám, hogy jó, persze, gyere, ülj le. Na, szóval ezek a srácok elkezdtek nekem játszani egy egy, egy család egy családnak az estéjét előadták, hogy hogyan telik Kongóban egy család. És nagyjából úgy nézett ki ez a színjáték, hogy volt papa, mama és 8-10 gyerek. Papa és a mama is akkor jött vissza az egész napi munkából, a mama hátán lógott több gyerek, az afrikai nők azok vagy terhesek, vagy terhesek voltak, vagy azok lesznek. Tehát valamilyen formában mindig kötődnek a, a gyermekáldáshoz, és mint elképesztő, mire képesek, hogy mennek ki kapával, kaszával, és tényleg három gyerek lóg rajtuk minden irányba és úgy dolgoznak. Itt meg ugye Európában hogy mekkora egy nagy probléma a nők munkavállalása, mert hogy bevállalnak egy gyereket, akkor utána négy évig nem lehet dolgozni, vagy előtte, utána nem tudom, ez so. Mindig dráma van, csak hallom a kornyoszon a lányokat, hogy úristen, temmel megint kapuzárás van, meg minden. És ez ott nem probléma Afrikában. És előadták a srácok ezt a kongói család estét, és ez, ez, úgy nézett ki, hogy hazajött a mama, ő hozott egy olyan 500 kongói frankot, ami, ami egy fél dollár, ezt úgy szél ilyen maniokadió szedte össze, a papa pedig hozott egy kiflit, ő is a földeken dolgozott, és ezt próbálták a gyerekek egymás között elosztani. Úgy, hogy a tíz gyereknek a kifli meg a félvödör víz elég legyen vacsorára. És én igazából ennél depresszívebb estét nem tudnék magamnak elképzelni otthon, hogy nyolcad magammal azon veszekszem, hogy mennyi víz jut, meg mennyi, mennyi kenyér jut. Viszont ők egy, egy hihetetlen boldogsággal élték, hát ez az egész egy ilyen kihívás volt. Ilyen játékokat játszottak, vetélkedőkkel döntötték el, hogy ha te kapsz egy falatot, akkor te kettőt kapsz, és igazából így fogyott el a kifli, és hát ez ilyen érdekes volt számomra. És az a fél, vagy a fél dollárnyi kongói frank is a gyerekek oktatására kellett, és azt érdemes tudni az afrikai oktatásról, hogy az általános iskola is fizetős, a legtöbb országban, és éppen azért általában csak az első, második, legidősebb fiú gyerek tud elmenni az iskolába. A lányok mindig otthon dolgoznak, a fiatalabbak meg azért nem tudnak elmenni, mert hogy az idősebb oktatására kell a pénz. És ezt a gyerekek eljátszották, hogy, hogy ez hogy megy náluk, a szülők ilyen vetélkedőkkel próbálták eldönteni, hogy most te vagy a legokosabb, nem te vagy, akkor te mész holnaptól, te nem mész. És így kiválasztottak a tízből a két gyereket, és ők mentek holnap iskolába, többé ment ki a földekre kapálni. Ez egyik történet. Tehát, hogy az afrikai emberek a legnagyobb nyomorúságot is meg tudják élni viccesen. És erre gondolkoztam ezen, hogy ez lehet, hogy olyan kérdés, hogy boldogok a bolondok? Hogy igazából nem tudják, hogy, hogy mi lehet az, amit még pluszba elérhetnek? De inkább egy kicsit ilyen pozitívabb kontextusba emelném ezt a kérdéskört, hogy egész egyszerűen elfogadják azt, ami van, elfogadják, hogy nekik ez az, ami jutott, és ebben a keretben kell a lehető legboldogabbnak lenni, amennyiben ezt lehet. És ők úgy érzik, a legtöbbje úgy érzi, hogy lehet, és nem depresszíven ül otthon, hogy jó Istenem, már ma is csak egy fél kiflit hanem örül, hogy egyáltalán nevett egy fél kiflit. Ez egy érdekes mentalitásbeli különbség a Két kultúra között nyilvánvalóan nem adaptálható az ő kultúrái közül gondolkodásmódjuk ide-európába, csak azért lehet egy kicsit csüppenteni, hogy élhetőbbek legyenek a, a mindennapok. Ezek a felvételek egyébként észak kelet etiópiából az Afár földről származnak. Ő, őket is a, a magyarországi média nagyon-nagyon rossz hírbe hozta, mert hogy az Afarok ölték meg sajnos a két magyar kutatót, szegedi kutatókat tavaly, gyakorlatilag ez a törzs, akiknél én jártam fél évvel korábban és gyakorlatilag hát ennek kapcsán mindenki csak negatívan beszél róluk, nekem viszont életem legjobb élményei fűződnek ez a törzshöz. Ő róluk is szeretnék egy történetet mondani. Az afrikai emberekre az jellemző, hogy közösségben gondolkoznak. Tehát ott, hogy egyén, az nem érdekes, hanem van egy falu közösség, egy vallási közösség, egy család közösség, és teljesen egyenértékű az, hogy, hogyha nekem van egy tévém, mint sem az, hogyha a, falunak, a szó, faluban a szomszédnak van egy tévéje, akkor a falunak van egy tévéje, nem nekem, vagy neki van egy tévéje. Tehát, hogyha van valakinek egy tévéje a faluba, akkor az egész falu onnantól abban a házban fog ö, estét eltölteni, és ott fogja a foci vb-t nézni, ilyen recsegő kijelzőn, mint a, ahogy a filmekben néha lehet látni. Nos, de hoz, hogy jön ez az afarokhoz? Az zafaroknál... Ö, ö, egy, egy roppant zárkózott muzulmán törzs, nem lehet hozzájuk bekerülni. Nekem is egy hétbe telt, még egy, muzu, egy muzulmán afár bevitt, és be tudtam integrálódni hozzá. Mindenki gépfegyverrel rohangál, marha agresszívek. Egyébként tényleg, de csak ez a nagyon-nagyon veszélyt, már nem mennék vissza hozzájuk. És egyik este ültem a, ültünk az én házigazdámmal, Guardanyával, mindjárt visszamegyek hozzá, hogy lássátok, ő az, <kül> Ő volt az én házigazdám, ő fogadott be a, a családjába. Ő, ő egy afár harcos, tehát ő fegyveres harcos, ő, ő minden nap védi a, a legelőit a, a konkurens törzsektől. És vele ültem a tűznél este, és elővett a zsebéből egy, te, egy telefont, vagy valamit. Nem tudtam, hogy mi az, mert nincs itt a Danakil a mélyföldön semmilyen térerős, elkezdett afár notákat játszani le róla, ö, és oda gyűlt az egész falu közösség, és onnantól minden este az volt a menetrend, hogy, hogy Guardenya házánál, vagy házánál, kunyhójánál, ilyen kis nádból tákolt valaminél, játszották le a mobilról az afár nótákat, és akkor mindenki táncolt, tapsolt, énekelt, és senkinek sem látszódott az a tekintetében, a szemében, vagy az arcában, hogy, hogy, ő, hogy ő, ő, ő nagyon irigy lenne arra, hogy hogy a Guarden-nak van egy telefonja, nekem miért nincs, neki honnan van, tehát nem volt ilyen konfliktus. Én egyébként biztosan irigy lennék, hogyha hogyha mondjuk a, a, a lakótársamnak, mondjuk nekem soha nem lett volna telefonom, és a lakótársam venne egy telefont, biztos megirigyelném tőle, de bennük ez a gondolkodás abszolút nincsen, meg teljesen más értékrend uralkodik, és azt mondják, hogy nagyon jó, hogy a falunak van egy telefonja, de most mindannyian tudjuk hallgatni a nagyon izgalmas Afar nótákat. Egyébként az Afaroknál jellemző a... a az a gyerekek ilyen, ilyen 6-8 évesen már az ak nagyon jól tudják kezelni, de azért nem szoktam ezeket a felvételeket például nagyon-nagyon publikálni, mert hogy mindenki azt a következtetés vonja le, hogy igen, akkor biztos mind az egymilliárd afrikai ö, embernek a kisgyereke, az biztos mindegyik gépfegyverre rongál. Nem, ezek, ezek nagyon körbehatárolható dolgok, hogy, hogy milyen területeken, milyen szokások vannak, nagyon-nagyon kényes kérdés az általánosítása Afrikában, mert nekünk úgy tűnik, hogy hát igen, mindegyik fekete bőrű ugyanolyanok, de három ezer különböző kultúra van, és ami az egyiknél tabu, a másiknál az a szokás. Az afaroknál speciál az, hogy ők fegyverrel mászkálnak, és ilyen, ilyen kis posztokra állnak, ki, és onnan járőröznek, nézik meg a, a, a területet. Ez a, ez a felvétel egyébként már Szenegában készült. Szenegában én imádok muzumánokkal dolgozni. Uh, és Szenegálban egy murid muzulmán szektával dolgoztam együtt, pont egy éve ilyenkor. Uh, ők a bájfálok, ők korábban bűnözők voltak, uh, Dakar uh, és Tuba és a környébeli városok nyomor járták, és fosztogattak, erőszakoltak, raboltak, és tették ezt mindaddig, amíg a vallási vezetőjük, uh, egy úgynevezett Abdukarim Marabu, uh, meg nem térítette őket, és fel nem szólította őket, hogy álljanak uh, az ő szolgálatába, ők a bájfalok, akikről beszéltem, és onnantól gyakorlatilag a marabújuknak, a vallási vezetőjüknek a katonái lettek. És ez azért érdekes, és azért tartom, ezt rendkívül izgalmas kérdésnek, mert hogy mennyi problémánk van itt Európában a különböző bűnözői rétegekkel, a börtönöknek a hatalmas költségével, és itt megoldják annyiból, hogy egy vallási vezető megszólítja őket, hogy ők, hogy ők meg lesznek átkozva, ha nem hagyják abba a bűnözést, és rögtön abba hagyják a bűnözést. És onnantól az életüket is feláldozzák azért az emberért, akik rájuk parancsolt, aki rájuk parancsolt, hogy hagyják abba. A a ők a bájfelok, ugye, és rájuk az jellemző, hogy roppant lazán veszik az életet, reggel egy füves cigi, ebédre is, és vacsorára is. Tehát te te hozzájuk elmenni forgatni, ez egy nagyon-nagyon érdekes kihívás. És... Öm... <laughs> És egyébként nincs semmiük, tehát a materializmus teljesen elutasítják. Amiük van, az, 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 az a, gyakorlatilag az, hogy szolgálhatják a, a marabújukat, a vallási vezetőiket. Ez az, amiük van, és semmi más. És egyébként a marabú így, így meg is ölheti őket, hogy hát nem vagy jó. És ez egy nagyon-nagyon érdekes kultúrkör. Remélem, hogy ez az anyag ez egy kicsit beragadt a szerkesztőségbe, de remélem, hogy idén idén azért már publikálásra kerül. Évente tartanak egy nagyon nagy zarándoklatot, itt például Tuba városában vagyunk, és, ezeket a húsokat a marabók koldulták össze. Ez marhahús, hús. És ezt éppen várják, hogy egy kicsit így fűszerben megálljon, és ebből nagyon finom, valamilyen ilyen gulyásszerű főzet lesz a, a, amit a Marabu kioszta a szegényeknek. A Marabu egyébként egy ilyen, egy ilyen szociális rendszert is ellát, hogy uh, amit a bájfalok oldulnak, azt ő kiosztja a gyerekeknek, ő, ő fenntart ösztöndíjat a, a tehetséges rácoknak, uh, és uh, gyakorlatilag átveszi az állami szerepet, szerepeket a, 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 a Marabu. Aki, tehát, hogy érdekes, hogy nem, nem úgy megy egy ilyen fotózás, hogy sziasztok, jöttem fényképezni, hanem be kell integrálódni egy mindegyik közegben, és mindegyik közegben máshogy. És itt például úgy kellett beintegrálódni, hogy a marabuta áldást kellett kérni. És ez úgy nézett ki, hogy egy ilyen 8-10 méteren kellett négy kézláb leszegett fejjel mászni a marabu előtt, mint ahogy a filmekben látjuk, hogy a nagy királyok előtt másztak az uralkodók, és, és a, a marabú, mikor a lábához értem, akkor azt mondta, hogy emeljen fel emeljem fel a kezemet, fölemeltem, beleköpölt és a homlokomra kente. És ez volt az áldás, és ez, ez volt annak a jele, hogy, hogy, én, én az ő közösségükben, az ő kultúrájukban dolgozhatok, elkezdtem őket fotózni, és ilyenkor ő azt mondta, hogy igen, te közénk való vagy, te, te foglalkozhatsz és dolgozhatsz velünk. Negyedik kis történetem. egyébként, ami, amit innen érdemes kiemelni, az az, az hogy, hogy, talán úgy is lehet boldognak lenni, és sikeresnek lenni, mert talán a kettő fogalom között van némi korreláció, hogy nem halmozzuk a javakat. Tehát nekik semmiük sincsen, és én még náluk boldogabb emberekkel nem találkoztam a világon. Tehát csak az a lényeg, hogy, hogy összekoldulják azt, ami, ami, ami marabunak kell, meg ami a vacsihoz kell, meg az az egy-két cigit, és ennyi. És halálboldogok, irigylésre méltóan boldog életük van. Uh, és talán tőlük azt a, azt a kis értéket lehet fölvenni, hogy, hogy nem kell mindig a javakat halmozni, uh, és, és mindig új telefonú új izé. És, és én is egy nagyon-nagyon technokrata ember voltam, uh, és, és mindent gyűjtöttem, a, tehát hogy uh, mindenféle eszköz, számítógépeket, fényképezőgépeket, és, és igazából ők azért megtanítottak arra, hogy nem mindig ez számít. Tehát jó, hogyha hogyha foglalkozunk az életén spirituális oldalával is, és foglalkozunk olyan dolgokkal, amelyek nem feltétlenül konvertibilisek a pénzzel. Én tök random járatom a képeket, tehát most éppen megyek vissza, mert nem nagyon vannak kapcsolatban a mondani valóval. Főleg a következővel, a negyedik történettel, hogy én nagyon-nagyon sietős ember voltam, hogy így mindenhova siettem, meg mindenhova pontosan érkeztem, meg ez tökre fusztrált, hogy mindig, mindig, ilyen, ilyen időrendet tartottam. És ez történt, csináltam ezt addig, míg Madagaszkáron nem utaztam bozót taxival, ami egy, egy, nagyon menő dolog olyannal utazni, mert mondjuk azt tegyük fel egy ilyen kis, kis busz, és mondjuk elfér benne egy 6-8-10 ember kényelmesen. És hát ott, ott négyszer ennyi ember belefér, vagy bele. Valahogy úgy, Afrikában van egy olyan szabály, hogy a buszban mindig elfér még egy ember. És ezt, ezt már művészien tudják ezt a, ezt a szokást <laughs> űzni, mert hogy még, még akkor a legteteire, vagy volt már olyan, hogy láttam, hogy az első szélvédőn kívülről ült kettő, és középen a lyukon a Józsi nézett ki, és úgy vezette. És geniális, és egyszerűen imádom a gyufából tudnak kastélyt csinálni, Annyira, annyira leleményesek. És mit akartam ezzel mondani? Ja igen, az hogy, az, hogy az volt életem első afrikai tömegközlekedéses kalandja. És ez ilyen mély nyomot hagyott, hogy így vártam a, a, a várva. Szélen Lonely Planet azt írta, hogy reggelente jön egy busz, és akkor az majd elvisz valahova. És vártam, 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 még ugye a tapasztaltabb helyiek azok három-négy órával később jöttek ki. Vártam, ők is vártak, eltett nyolc óra, vártunk, és így... Tehát így azt, azt írták, hogy így napfelkeltére jön oda a busz. És ez ilyen kettőkor megtörtént, négy, kettő-négy között, valahogy így délután jött a busz, és és a Józsi teljesen, tehát egyáltalán nem érdekelte a történet. Tehát így kajált, meg mondta, hogy háj, jöttem, jöttem, és mindenki nagyon boldog volt, hogy jött, egyáltalán jött. Hogyha hát, nem, akkor ott alszunk az útszélén, és az meg... Mondjuk az is jó poén lett volna. Na, és akkor a kilencfős buszba beszálltunk. 40 minimum. Arra emlékszem, hogy a lábamhoz tettek egy ilyen marha nagy köteg rohadó halat. Ami, ami így fel van fűzve ilyen drá rá a bakancsomra. És ölembe beültettek két csecsemőt, még nyakamba is egy gyereket mindenhol csomó, csomó, csomó helyivel, és akkor elmentünk, elindultunk, 180 km tettünk, és majdnem éjfélre odaértünk, tehát le lehet osztani, hogy egy ilyen 15 km per órás átlagot produkáltunk, ami vonzó. És hát egyébként így belegondolnánk, hogy ez kész katasztrófa. Tehát én Korábban nekem elmondják, hogy így fogok utazni, én ideg kapok, hogy úristen. De nem, nagyon jó volt, halál jó volt, életem legjobb utazása volt. Helyiek egyrészt megtanítottak csomó csomó népdalra, ilyen madagaszkári, malagasi népdalra, és azokat énekeltük, akkor együtt ö, ö, mindenféle dalokat tanultunk, akkor ne lővettem az iPodomat, és akkor az, az a szenzáció volt, mert meghallgattuk együtt a UK Top 40-t, és azt imádták. <laughs> és, és akkor... Ilyenkor azért így belegondolok, hogy itt, itt azért egy kicsit ilyen már így, így ráng az arcom, hogyha vonat egy-öt-tíz percet késik, mert igaz az mindig késik, és azért tőlük, tőlük például megtanultam azt is, hogy nem érdemes, tehát hogy, hogy nem érdemes, a, azzal az időt elrontani, hogy, hogy miért nem tudtuk az időt még optimálisabban felhasználni. Mondom ezt én, Corvinuson végzett közgazdász, aki az elmúlt öt évben azt mondtam, hogy optimalizálunk mindent, minden függvényt és mindent a lehető legoptimálisabban kell, mert ha nem, akkor katasztrófa van. És igazából egy ilyen. <kül> azt szoktam mindenkinek tanácsolni és javasolni, mert a magyarok nagyon zárkózottak, nagyon be vannak zárva, és hogyha kicsit kilépnek az országból, akkor is inkább csak Európába lépnek. Persze nem kell vállalhatatlan helyekre elmenni, de én mindenkinek azt tanácsolom, hogy, hogy ezért érdemes, a, főleg nem pénzről van szó, mert egyik barátom 200 dollárból elment Budapestől Kabulig, ami, ami, azért egy nagyon nagy távolság, és, és két hónapig ezt 200 dollárból megcsinálta és, és tök jó élményekkel tért haza. De mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy, hogy kicsit merjen nyitni, és merje egy kicsit, kicsit így kitárni a, a, kis lelkét, vagy bármit, és, és, a gondolatát is, és, és próbáljon meg egy-két olyan destinációt, utazási destinációt választani, ami, ami, teljesen eltér a mi kultúránktól. Ez lehet mondjuk India, én például imádok Indiába ö, túrázni, és, és oda nagyon-nagyon olcsón, nagyon könnyen ki lehet jutni, semmi veszély nincsen, és mégis olyan impulzusokat kap az ember, és olyan, olyan behatásokat, ami miatt itthon teljesen más ember lesz. És szerintem nem negatív irányba lesz más. Én, én egyébként így szakdolgozatomat is abból írtam, és most a másik, szintén közgazdász szakomon is a szakdolgozatomat a Afrikára vonatkozó befektetésekből, és, és Afrikának a, a, iszlám bankrendszeréből, tehát afrikai pénzügyekkel és afrikai befektetésekkel Szeretnék a későbbiekben foglalkozni, és, és azért azok a, azok a gondolatok, amik, amiket így a, a fotós hobbinál, azért egy kicsit több fotós expedíciókon magam magamhoz veszek, azok biztosok benne, hogy később esetleg vezetői döntésekben, pénzügyi döntésekben folyamatosan végig fogják kísérni az életemet és a döntéseimet. Tehát az, azok a, az a pár érték, amit így igyekeztem azért viccesen előadni, az azért a mindennapi döntéseimben benne van. És, és ezeket, ezeket nekik köszönhetem. Egyébként azoknak az embereknek, akiket itt Európában egy ilyen lesajnált valakiknek tartunk, akik én rendszeresen beszélgetek Magyarországon élő afrikai diaszporák tagjaival. Volt például a szocializmusban Magyarország és Angola között egy oktatási megállapodás, és nagyon sok angolai dolgozott, tanult itt és jó páran itt maradtak dolgozni. Nagyon-nagyon uh, sok negatív tapasztalatot mondanak azzal kapcsolatban, hogy milyen átkelni Budapesten A-ból B-be. Volt egyébként, akik, akit megöltek. Tehát, hogy, uh, uh, tehát, hogy, hogy, hogy én annyi, annyi, sok szeretetet kapok tőlük, és ők azért, ők azért ezt nem kapják meg itt fordítva. És, uh, és ebbe azért érdemes belegondolni, hogy hogy, uh, hogy ezzel szemben viszont, amit hallunk Afrikáról, és amit, ami bekerül a híradásokba, az mindig csak a rossz hír. Én, én a, nekem az RTL-lel van egy, egy tartós megállapodásom, a fókuszban rendszeresen szállítunk le cikkeket, vagyis riportokat, és közelharcot kell vívni, hogy ne mindig az legyen a riportnak a nyitóképe, hogy gépfegyveres kisgyerekek rohangálnak. És legutóbbi nyári expedíciónk egy 19. században Angolában és Kongóban járt magyar utazónak a, az életművét járta be újra. Ezt hívták Magyar László expedíciónak. Százszázalékosan kulturális expedíció volt. Tehát semmi hatásvadász, semmi. Tehát Angolában 27 évig tartó, tartott egy olyan véres polgárháború, ami a legtöbb áldozatot követelte Afrikában, 2002-ben ért véget. Uh, és, és egyszerűen képtelenség volt úgy megcsinálni a riportot, hogy, hogy, ne arról szóljon, hogy angolában 14 millió letelepített taposóakna van, ne arról szóljon, hogy úgy kilőtt tankok vannak. Ezt nem tudtuk, nem, tudtuk, azt a kulturális értéket átadni, amit, amit én szerettem volna, hogy, hogy átkerüljön a, a angolából, abból az angolából, ahol több száz zárt közösség él, ahol több ezer éves kultúrák vannak, mint például itt próbálok keresni, egy, egy, akkor egy kicsit vissza egy, egy, egy tipikus angolai, angolai jelenetet. Ez például Angolában a Namib Sivatag nyúlványa átnyúlik Dél-Angolába, Mukubepásztorok, hihetetlen kultúrájuk van, csodálatos mennyire gazdag kultúrájuk van, ők például a Muilák belső Angolából, ők is a Muilák, ők a kvanyamák, ő egy pipázó kvanyama néni Dél-Angolából, és ezeket nagyon nehéz becsempészni a, a, a médiába, és nagyon nehéz az, hogy hogy ez átjöjjön az embereknek, mert az mégis egy fókusz, megnéz, másfél millió ember indexel is van egy hasonló megállapodási vezércikket, elolvastam, 150 ezer ember, és ilyenkor nagyon jó lenne korrektül fogalmazni, és nem azzal megfogni a nézőt, hogy, hogy, hogy már megint milyen nyomorúság van Afrikában. Nem. Mi gondoljuk azt, hogy ott nyomorúság van, és, és ők ezt teljesen elfogadják, és ebben teljesen jól érzik magukat, és sokkal jobban érzik magukat, mint mi az európai hatalmas jólétünkben, amivel semmit nem tudunk csinálni, hogyha egyedül, magányosan, depresszíven töltjük el a mindennapokat. Nyilván ez megint egy általánosítás, de ezért sokakra jellemző. Ezért uh, szoktam mindenkit uh, arra ösztönözni, hogy válasszon ki magának, akár Indiában, akár Afrikában, akár Dél-Amerikában egy-egy biztonságos országot, és, nyugodtan menjen ki, mert életre szól, tényleg életre szóló élménye fog ebből származni, és, és, és nagyon meg fogja magának köszönni, hogy lehető hogy rászánt ezt a két ezer forintot, de utána élete végéig olyan értékekből gazdálkodhat, amit csak ezek az emberek tudnak adni. Ők egyébként most így abszolút adhok jutott eszembe, hogy elmondjam ő, az ő történetüket. Ők alsó Kongóban egy fura szekta, egy olyan 50-60 éve alapultak. Ők a Tata Hondák, úgy hívják őket, és, és négy napig kellett könyörögjek azért, hogy, hogy egy szertartásukon részt vehessek, ami fél óra volt, tehát egészen jó volt a felhasznált idő hatékonysága. No, de mindegy, hálába a világon csak nekem van róluk anyagunk, anyag, tehát csak nekem van róluk anyagom, és nagyon megdöbbentő az a, az, a, az a gondolkodásmód, amivel ők rendelkeznek. Az itt a képen látható emberek mindegyike diplomás, több nyelvet beszélő, bankár, ügyvéd, közgazdász, kincseszelból, a kongói fővárosból. Akinek tele lett a tökük egyik pillanatról a másikra az élettel. És azt mondták, hogy oké, okay, akkor sziasztok, én bevonulok a Tata Honda szektába. És innentől felvették a Tata Honda életet, ami, ami egy olyan fura valami, hogy nem érhetnek vízhez, tehát van, aki húsz éve nem mosakodott, ez nem vicc. És egyébként ilyenkor az ember már öntisztul és nem büdös. Egy, ilyen hamuval kenegetik magukat, azért fehére. És ilyen nagyon kemény szövésű zsák ruhát hordanak, ezzel is a puritánságot próbálják bemutatni. És, és, én még ilyen boldog embereket nem láttam. Tehát leülnek a Szentó partjára, transzba esnek, ö, tényleg ott, ott örjöngenek három-négy órán át, és, és zseniális, hát elképesztő, hogy, hogy bele lohaják vagy így bele, bele futnak ebbe a, ebbe a transzos állapotba, ö, és volt, nagyon érdekes a transzt vizsgálni, ö, tehát mindenféle drog nélkül, olyan állapotba kerülnek, hogy, hogy nincs közük a külvilághoz, és itt még be akarok mutatni egy képet a, a róla. Ő egy, ő egy másik kultúrkörből, egy, egy muzulmán szerzetes. Ez a felvétel most a holtakhoz imádkozik, így üvölt, így hátborzongató hangon, és, és lefejelte a, a Nikon optikámnak az alját, amikor így transzba így, őrjöngött, és ez egy ilyen gyakorlatilag ilyen űrtechnológiás szénkarbon, nem tudom mi, tehát én már lejtettem az három méterről, semmi baja nem lett, és megrepett. És, és, elkezdett folyni a fejéből a vér, és nem vette észre. Tehát így az ekkora rendszer vakul a, a szemébe vakúzok, egy olyan, hogy nekem most kiégne a retinám szerintem, és, és meg összesen húzódott a pupillája. Szóval hihetetlen, hogy milyen állapotba tudnak kerülni, és irigylem őket ezért. Köszönöm szépen.